Hello, sziasztok, szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon, délutánon, estén, ugyanis nálunk 5 óra 50 van. A mai videóban nem más fogunk csinálni, mint kérdésekre fogok válaszolni. A múlt héten mondtam nektek, hogyha gondoljátok, kérdezzetek nyugodtan oda a videó alá, adjátok meg a kérdéseiteket, és ezen a héten most, ma, ebben a pillanatban, vagy most válaszolok mindenkinek a kérdésére. Kaptam egy pár érdekes kérdést, meg még érdekesebb kérdést is, úgyhogy szerintem ne húzzuk tovább az időt. Álljunk neki! Az első kérdés, Sörétes Mókus kérdezte. Három kérdést kérdezett. Mivel etheted a fiaidat, hogy ilyen cukik? Köszi szépen! Mindennel, mindenféle jó dologgal etettem őket. A második kérdés, minek érdemes tanulni, ha valaki Ausztráliában szeretne dolgozni? Szerintem mindegy, hogy minek tanulsz, tehát bárminek tanulhat. Hogyha gólkosztra jössz, lehet, hogy több esélyed van, mondjuk, hogyha szakács vagy, vagy felszolgáló, vagy ilyen turizmusi valamiben dolgozol, és ugye nálunk nagyon sok turista jön ide, de gyárak például nincsenek. Tehát ilyen gyárak a gólkoszton, vagy itt a környéken egyáltalán nincsenek. Na, elmegy a kép, visszajött. Nem tudom, bármilyen tanulhat szerintem. Harmadik kérdés, mennyi időt vesz igénybe három csatornára gyártod a videókat? Egy kicsit több talán, mint előtte, mikor csak erre a csatornára gyártottam a videókat, de nem olyan túl sok szerintem. Ugyanis, ugye most is gyártam a kamerákat, de ahogy láttátok a mostani videókat. A mostani videók egy kicsit ilyen zenésebbek, és ezeket a videókat úgy gyártam, hogy felveszem a kamerát, ezt nagyon sokan kérdezték, amit, hogy hogyan csinálom azt, hogy ugyanolyan a videó, az angol videó, mint a magyar videó. Ezt úgy csinálom, hogy elkezdem a videót, ugye megmutatom, hogy ki milyen az idő, ugye megmutatom, hogy körülbelül mi történik kint, megmutatom, milyen az idő, süt a nap, elmegyek és előveszem mondjuk a hajnyírót, és elkezdem ugye vágni a hajamat. Tehát ez a rész a zenére ugyanaz, mint a kettő csatornát. Tehát ezt egyetlen egyszer kell csak megszerkeszteni. Mikor beszélek, elmondom, hogy hello, sziasztok, azt ugye ezt meg ezt fogjuk csinálni, elmondom magyarul, utána még egyszer ugyanezt elmondom, persze angolul. Tehát amit egyszer elmondtam magyarul, ugyanazt elmondom, vagy majdnem ugyanazt elmondom angolul is. Tehát talán nagyon picivel tovább tart, de végülis a kettő videó ugye ugyanaz. Tehát, na minden. Azt a játékcsatorna, amikor még mindig attól, hogy egy kicsit olyan kaparós. Mikor a Lukasszel ugye játszunk, akkor leülünk, én benyomom a felvételgombot, a kamerát kirakom, mondok egy pár érdekes dolgot a játékról, tehát az se ilyen extra van, tehát olyan túl sokat nem veszel az időmből. Na, megyünk tovább. Meg fogjátok vásárolni PlayStation 4-re a FIFA 17-et? Nem szóval meg fogjuk vásárolni, ugyanis a focit nem nagyon szeretjük így nézni, vagy játszani. Úgyhogy nem is, hogy meg fogjuk vásárolni, de lehet, hogy a demo játékot ki fogjuk próbálni. Most nálatok hány óra van, amúgy jó? Most nálunk jelenleg 5 óra 52 van délután. Az angol nyelvű csatornára nem csinálnál magyar feliratot? Nem, ugyanis rettentő sokba tartana. Tehát mondtam, az angol nyelvű csatornán ugyanaz a videó van, ami a magyar nyelvű csatornán. Egyszer-kétszer tudom, hogy eltérő a videó, de ugyanaz lesz a magyar csatornán is, tehát egy-két napos vagy hetes késéssel ugyanazt fogjátok látni. De az, hogy a feliratot rakjak rá, rettentő sok időbe tartana, tehát azt nem tudom megcsinálni. Cápahúst fogtok kóstolni? Lehet, hogy fogunk kóstolni, már ettünk amúgy cápahúst, bár így a videója, a vlogos videókban is szerintem volt, hogy ettem cápahúst, mikor elmentünk enni ugye a halat chipszel, ugye fish and chipset, és volt, hogy cápahúst kértem. Ugye a cápahúst nem olyan nagyon jó, legalábbis nekem annyira nem ízlik. Mikor fogtok menni kajakozni? Kajakozni majd akkor fogunk menni, hogyha jó idő lesz, és lesz időnk. fogunk menni. Szerintem még egy pár hét szerintem, ugye most már kezd jó idő lenni. Tehát ha elmegyünk, úgyis le fogom filmezni, átmegyünk majd a szigetre, meg mindenfelé. Halljátok a hangok, még mindig nem legyünk. Főleg, hogy sokat beszélek. Lukasz hány éves? A Lukasz az 8 múlott. Lesz olyan videó, amiben csak kivágott jelenetek lesznek egy hosszabb videóból. Nem hiszem, hogy lesz ilyen videó, ugyanis olyan túl sok kivágott jelenet nincsen. Tehát, hogyha elindul a kamera, akkor ugye azt veszem fel, amit láttok, azt vettem körülbelül egész nap. Talán néha, hogyha nagyon sokat beszélek, tehát ha reggel kezdek videózni és este fejezem be, akkor olyankor kivágok egy pár jelenet belőle. De csak azért, mert túl hosszú lenne a videó, tehát lehet, hogy 40 perces lenne, tehát azért azt levágom olyankor rövidebbre. De ez nem olyan sűrűn fordul elő, hogyha csak úgy megyünk, mondjuk délután elkezdek filmezni, szinte mindent láttok. Olyan dolgokat vágok ki belőle, ami mondjuk a végéből levágok 2-3 másodpercet, ami nem érdekes, vagy nem odavaló. Na minden.
Úgyhogy menjünk tovább. Kenguru, megvan? Nem. Kenguru, megenni? Nem látok. Akkor az ott olyan, mint nálunk mondjuk a vaddisznó. Hát, hasonló, mondjuk azt, hogy hasonló, de annyira nem eszik nálunk itt a kenguru hús, tehát nem nagyon eszik. Lucasnek mi a kedvenc szuperhőse? Deadpool talán. Minden szuperhős szeret, ahogy Spider-Man, Batman, de talán a kedvence az a Deadpool. Azt elfetettem mondani neked, hogy ki mit kérdezett? Te! Valaki kérdezte, a.addidix, remélem, hogy jól mondtam, az Ask FM fiókod megszűnt. Igen, azt megszüntettem. Ugyanis vagy sok érdekes kérdést kaptam, érdekes kérdésen értem azt, hogy sok, inkább hülye kérdést kaptam, mert sokszor szoktam hülye kérdéseket kapni, amire valószínűleg általában nem szoktam válaszolni, mert vagy letörlöm őket azokat a kérdéseket, tenni értelmetlen kérdés. Aztán a többi kérdés az meg, amiket szoktam kapni, ismétlődő kérdés van. Nagyon-nagyon sokszor mindig elmondtam, és mindig ugyanazt kell leírni, úgyhogy gondoltam, hogy inkább megszüntetem ilyen egybe. És így videóformában, hogyha valakinek van kérdése, mondjuk havonta vagy két havonta egyszer csinálok egy ilyen videót, és válaszolok vagy e-mailbe, hogyha gondoljátok, vagy kommentba. Lesznek-e prankek, ugye én átveréses videók? Nem tudom, hogy lesznek-e. Régebben csináltam, aztán... Sok embernek tetszett, még több embernek nem tetszett, úgyhogy mostanában nem hiszem, hogy lesz. Bár lehet, hogy majd valamit kitalálok a vieséget. Április 1-re biztos, hogy lesz. Hello, ti Ausztrálián belül hol laktok? Mi a Gold Coast-tól lakunk. Mennénk egy barátunkhoz Új-Zélandba és Ausztráliában, Melbourne-be. És ha közel laktok, akkor lehet benéznék egy képet vagy egy autogramért. Hogyha erre jársz, nyugodtan jöhetsz, szélesen találkozok veled, de nem Melbourne környékén lakunk, tehát Melbourne tőlünk nagyon messze van. Kivéve, hogyha repülővel jössz, repülővel jön, azt mondja, hogy a másfél óra, két óra, úgyhogy autóval jössz, akkor egy kicsit vezetni kell. Aztán, megint elfelejtettem a nevet, Denis Horv, horvát lehet, nem tudom, Horv kérdezte, te amúgy magyarul vagy angolul szoktál káromkodni? Te... Mind a két nyelven, attól függ, de hogyha csak így hitlen elkap az ideg, akkor így gyorsan, amikor mondom, akkor általában angolul szoktam, ugyanis általában, amikor vezetek, akkor szokott elkapni az ideg, mikor valaki nem tud előttem vezetni, vagy bevág elém, vagy valami, de hogyha mérges vagyok, angolul káromkodok. Kivéve, hogyha az öcsémmel káromkodok és összeveszünk, akkor magyarul. Aztán... Zsófia Sors kérdezte, hello, szia, szevasz, tényleg ne hagyd abba a videózás, mindig várom az új videókat. A kengurhús mennyire más, mint a krokodilhús? Cápahúst is fogtok kóstolni egyszer. Köszi szépen, videózás, nem hagyom abba. Kengurhús mennyire más, mint a krokodilhús? Másabb. Legalábbis a szállított krokodilhúst ettem a múltkor, és másabb. De ki fogjuk próbálni a rendes krokodilhúst is, úgyis valaki azt mondta, hogy nálunk... van egy bolt, mondtam egy boltban, hol lehet kapni a rendes krokodilhúst, mert múltkor ugye ezt a szájtottat próbáltuk, úgyhogy valószínűleg el fogunk menni és meg fogjuk főzni a krokodilhúst, vagy megsütni, úgyhogy majd össze fogom tudni hasonlítani rendesen. Lehet, hogy krokodilburger teszünk. Cápost is fogtok majd kóstolni egyszer, ahogy mondtam, fogunk, de szerintem már meg is tettem, lehet, hogy mondtam is nektek, vagy mutattam. Aztán Stefánia Kerti kérdezte, hány családtagod ment ki veled Ausztráliába? Az öcsém, anyukám meg apukám. Ausztrália magyarul Simon kérdezte, nagyon jó a neved. Mikor csinálsz megint valami filmszerűt? Na, hát nem tudom. Lehet, hogy majd a jövőben készítek valamilyen filmszerű, filmes videót, de hogy mikor, nem tudom, egyelőre nincsen terve. Ugyanis mondtam, hogy olyan ilyen hasonló videót nem akarok készíteni, hogy itthon vagyunk, mit csinálunk, mert ugye megint csak ugyanaz jön neki belőle, mert egy ilyen hosszú vlog lenne végül is, ahogy múltkor is írták, vagy többen írták. Tehát gondolkodtam, hogyha elmegyünk valamerre, ugye még nyaralni, vagy nem tudom, akkor csinálok egy ilyen hosszabb, filmes, útiszerű videót, de mostanában nem hiszem, hogy megyünk még nyaralni, ugyanis a Davis ugye még mindig pici, és vele menni még egy kicsit nehéz. Aztán Laura Nagy kérdezte, Lucas mikor ment először Magyarországra? Lucas legelőször Magyarországra akkor ment, mikor nem is tudom, 3 éves volt, vagy 4 éves volt, vagy 2 éves volt? Te! Olyan mondom, még ilyen pici volt, a szüleimmel ment el legelőször Magyarországra. Pál Sila kérdezte, szia, mennyiért vettétek a terepjárót, ugye azt a távirányítós autót, azt a terepjárót. Ha jól emlékszek, $150 vásároltuk, vagy 140-ért, valami ilyesmi ára volt neki. Aztán Kriszi
X kérdezte, hogy ismerted meg a feleségedet, ez a kérdésem. Ugyanre már nagyon sokszor válaszoltam, a moziba is ismertem meg, az öcsémnek a volt barátnőjén keresztül elmentünk moziba, én ott őt megismertem, aztán utána meg összejöttünk. Nem ilyen, megint tovább. Péter felkel, Lukasz örül az iskola kezdésnek. Hát örül neki, Lukasz szeret iskolába járni, tehát nincsen vele baj. Zoltán most kérdezte, hány éves a Davis meg a Lukasz. A Davis az 1 éves múlott, a Lukasz pedig 8 éves múlott. Csak próbálok oda is nézni, mert ott van a kérdések, meg ide is nézik a kamerába. Úgyhogy ha nem mindig ide nézek bele, az azért van, mert itt a laptop itt mellette is. Na mindegy, tudjátok. Aztán, van valami olyan pozitív, vicces, jó élményed, ami még Magyarországon történt, és nem felejtetted el? Pozitív, vicces, nagyon sok van ilyen szerintem. Tehát nagyon sok ilyen élményünk van, amiről szerintem órákat tudnék beszélni. Még akkor is, még mikor ott laktunk, vagy mikor még fiatalabbak voltunk, és visszamentünk mondjuk az öcsémmel nyaralni mondjuk egy 4 hétre, és nagyon sok érdekes történet, vagy dolog történt velünk, mert mikor még ott laktunk, és nagyon-nagyon sok ilyen történet van. Ebben a videóban szerintem nem, majd lehet, hogy egy ilyen külön videót arról csinálok, hogy de nem is tudom, hogy komolyan mondom, hogy hol kéne azt elkezdeni mondjuk. Lehet, hogy az elején, de hol az elején, na minden, beszélj meg véget. A gameplay-en milyen játékok lesznek még vagy mét, vagy miért? Olyan játékok lesznek a gameplay-en, hogy az a csatornán, éppen amivel akarunk játszani a Lukasszal, tehát nem tudom, valószínűleg jobbára ilyen, olyan játék, amivel ketten is lehet játszani, tehát ilyen verekedős, vagy mondjuk focis, vagy kosárlabdás, vagy bár lesznek ilyen mindenféle fajta játék, de éppen amilyen kedve van a Lukasznek, én is általában mindig ő mondja meg, hogy mivel játszunk, én akkor csak leülök, vagy leülünk, és bekapcsolom a felvevő gombot, aztán felvesszük. Adrián kérdezte, az én kérdésem az lenne, hogy miért reagálsz negatív kommentekre? Azért reagálok negatív kommentekre, mert általában vannak jó kommentek, ugye, mindig vannak jó kommentek, és mindig van egy vagy kettő negatív komment, ami így kiáll a jó kommentek közül, és nem tudom, hogy miért, de a szemem mindig azt látja meg, és azon kezdek el gondolkozni, hogy de miért, úgy visszaírnék neki valamit, és a végén visszaírok neki valamit, és azért reagálok, vagy videón keresztül. De tudom, hogy nem szabad, mert tudom, hogy minél minél jobban reagálok negatív kommentekre, ugye annál jobban fognak jönni vissza, és még több negatívat fognak írni, hogy még reagáljak ugye vissza, én azt tudom. Tehát ezért próbálok nem reagálni rájuk, csak egyszer-kétszer nem tudom megállni, hogy ne írjak vissza, vagy ne mondjak valamit ugye vissza így a videón keresztül. Na. Renáta Kálár kérdezte, egy pár kérdés. Szerinted megéri kiköltözni a Gold Coastra? Hát ez nagyon-nagyon sok mindentől függ, hogy megéri-e ide kiköltözni. Erre így nem tudnék válaszolni, hogyha mindenképpen itt szeretnél lakni Ausztráliában, és ugye megvan, elintéztél mindent, van munkahelyed, van mindened, és nem tudod, hogy hova menjél, Sydneybe, vagy a Gold Coastra, vagy a Melbourne-re, akkor megéri ide jön a Gold Coastra. Én szeretek itt lakni a Gold Coaston, de aztán lehet, hogy más meg szeret Sydneybe lakni. Sydneybe sincs. Vagyis az se olyan nagyon rossz hely, tehát nem tudom. Én szeretek itt lakni a Gold Coaston, tehát hogy ide akarsz jönni, nyugodtan gyere ide, én csak jót tudok róla mondani. És amikor kiköltöztettek a szüleiddel meg az öcséddel, akkor nem volt honvágyad, hogy te vissza szeretnél menni Magyarországra. Dehogy nem volt te. Nekem rettentő nagy honvágyam volt. Ugye legelőször Adelaide-be költöztünk, ott laktunk 6 hónapig, aztán jöttünk fel ide a Gold Coastra, és nagyon-nagyon nagy honvágyam volt. Én nagyon visszamentem volna, de ugye nem azért jöttél ide, hogy utána meg visszamenjél. Úgyhogy meg lehet szokni, beletelt egy, szerintem egy évben biztos beletelt, vagy másfélben, hogy megszokjad, és azért ugye el vagy, hogy azért ismersz ugye pár embereket, akivel el tudsz menni ide-oda, meg buliba, és utána kezdett jobb lenni. Amint megismerkedtünk több emberrel, utána már jobb volt azért. Mikor el tudtál menni ide-oda velük, ugye, és addig nagyon rossz volt, honvágyad volt, ugye, ott voltak a barátaink, meg minden, tehát minden. Ausztráliában vannak szántóföldek, amiben kukorica és búza terem, vagy ilyesmi. Igen, vannak. Itt nem messze tőlünk is van ilyen cukornádas, meg arra már jártam is a mozdával, amit lehet le is filmeztem, lehet, hogy láttad, nem tudom. Majd megint elveszedek arra, aztán megmutatom. Borbély Krisztián kérdezte, kedves Tomi, az lenne a kérdésem, hogy miért foglalkozol negatív emberekkel? Itt van közel 50 ezer ember, abból van 15-20 névtelen kis hülye gyerek, mert nem azokkal foglalkozol, akik 48 ezerrel vannak, veled is szeretik azt, amit csinálsz.
Vagy ha gondolod, vegyél fel Skype-ra, ott a levelemben is megbeszélünk mindent. Én tudom, ahogy mondtam, a negatívak mindig kibökik így a szemet, és tudom, hogy nem kell velük foglalkozni, próbálok nem velük foglalkozni, ezt tudom, hogy nagyon sokszor elmondtam a videóban, rettentő sokszor, én mindig foglalkozok velük, de megpróbálok ezentúl egyáltalán nem reagálni semmilyen ilyenféle fajta dologra. Tudom, hogy nagyon sokat szeretik a videót, mindenki rettentően örülök. Na, adjunk tovább. Lehet, hogy kéne innom valamit. Vagy nem kéne hangosan beszélni. Lehet, hogy jobb lenne. Na, Tóth Szilveszter kérdezte. Tamás, nekem az a kérdésem, hogy neked mik a kedvenc filmjeid, milyen zenéket hallgatsz? Hú, kedvenc filmjeim. Vissza a jövőbe. 1-2-3. Az a kedvenc filmem. Aztán... nem tudom, szeretem... mindenféle fajta filmet szeretek amúgy, de inkább ilyen régebbi filmeket jobban szeretek. Mikor még gyerek voltam, és azokat a filmeket nézik a tévében, Bud Spencer filmeket nagyon szeretem, meg már szeretek újabb filmeket is. Tehát, hogyha jó a film, szeretem. Túl sok az a film, amit szeretek, hogy itt felsoroljam, mert sokáig tartanak. Zenébe mindenféle fajta zenét meghallgatok, ami jó, tehát kedvenc stílusom úgy nagyon nincsen. Kivéve komoly zenét, azt nem szeretem, ilyen hegedűs, meg ilyen. Azok sem rosszak. Hallgatni nem nagyon szeretem, filmbe tökéletesek, tehát mikor szerkeztek egy filmet, vagy készítek, vagy rövid filmet, nem rakták be mondjuk egy ilyen tudsz-tudsz zenét találja, mert az oda való. Tehát minden zenének megvan a maga stílusa és a helye, hogy hova, milyen időpontban, ugye, hova való. Na mire, érted, mit mondok? De kedvenc ilyen zeném nincsen. Bence 1891, szoktál csúnyán beszélni, angolul vagy magyarul, szoktam csúnyán beszélni, magyarul is szoktam, angolul is szoktam, éppen attól függ, hogy kivel beszélek, meg milyen kedvem van. Na, majdnem megfulladtam. Múltkor is elküldtem egy embert angolul, mert csúnyán beszélt velem, én meg visszabeszéltem neki csúnyán. Na minden. Egy Zolán. Szia Tamás, azt szeretném kérdezni, hogy lesz majd ausztrál magyarulos, magyarul os pólópulóver oldatáska, vagy bögve. Te, nem tudom, lehet, hogy a jövőben majd egyszer lesz. Azért végül is, hogyha itt én legyártatom, és mondjuk így eladom nektek, vagy elküldöm ajándékba, rettentő sokbat kerülne a posta. Tehát nem legyártással van gond, hanem a postával. Úgyhogy szerintem annyit, ugye én csak nem tudok odaadogatni mindenkinek, mert amiket bögre vagy egy puló legyártás, tégfél 10 dollár, az elküldése 15, vagy egy másik 10-es, csak így mondok valamit. Tehát nagyon drága a posta, és így odaadni, csak így senkinek ugye nem tudom. Ti meg, hogyha meg szeretnétek vásárolni, egy 10 dolláros pólóért adna valaki szerintetek 25 vagy 30 dollárt ki a postával mindenre együtt, szerintem nem. Ez csak egy példa volt, lehet, hogy 15 dollár a póló, de 10 dollár minimum van. Tehát szerintem drága a posta, és ezért szerintem nem lenne nagyon neki értelme, nagyon sokan ugye nem vennék meg, tehát így csődbe venni ez az egész bögrés üzlet. Like Krisztián. Szia Tamás, te amúgy magyar vagy, vagy angol? Én Magyarországon születtem és Ausztráliában lakom. Angliához semmi közöm nincsen. Gamesky 130. Kedves Ausztrália, magyarul én szeretnék kérdezni, tehát a kérdez feleleken berakod a nevem. Köszönöm. Na, most benne vagy. Miattad kezdtem el videózni, lesz még kihívás, köszönöm a választ előre, és majd olvasd föl, köszönöm. Te vagy a kedvenc videósom. Köszönöm szépen, én nagyon örülök, hogy elkezdtél videózni. Hogy milyen videókat csinálsz, fogalmam sincs, meg hogy ugye miattam kezdtél el videózni. Na, ez egy olyan jó érzés azért ugye, hogy... Na ugye, nem tudom milyen videókat csinálsz, de majd rád kattintom, aztán meg fogom nézni. Sok sikert kívánok neked a jövőben. Kihívás videó. Nem tudom, lehet, hogy lesz, lehet, hogy nem lesz. Majd meglátjuk, olyan is nagyon sok emberen tetszettek ezek a kihívás videók. Úgyhogy majd meglátjuk. Denko Gera. Remélem, jól mondom a nevedet. Szia Tomi! A fénykardnak van árnyéka. A fénykardnak? Hát te, ezen nem gondolkodtam még. Legyen árnyéka? Hát legyen árnyéka. Lukasz, mikor lesz magyar videója? Fú, te nem tudom. Szerintem nem mostanában, úgyis a Lukasz nem nagyon gyár magyar videókat mostanában. Vasa Penningei kérdezte, szia, nekem az lenne a kérésem, egy, hogy a feleségeddel hány éves korodban ismerkedtél meg, és hogy? Te, hány éves voltam? 22 éves voltam. És 22 elmúlottam, akkor ismerkedtünk meg. Hogyan? Ugye mondtam, hogy a moziban. Mi a kedvenc ételem? No, te, nem tudom.
Szeretem a pizzát, de szeretem a halászlét is, szeretem a fish and chipset, ugye ezt a halat, krumplival. Tehát sok mindent szeretek. Inkább mi az, amit nem szeretek, ugyanis szerintem az több dolog van, amit nem szeretek, mint amit szeretek, ugye. Van sok kedvenc ételem, de nagyon sok nincs kedvenc ételem. Tehát, na minden. Soha ne hagyd abba, te vagy a legjobb, mondd be a nevem, kérlek, hello. Köszi szépen. Én bemondtam a nevedet, Vasha Penning. Én remélem, hogy jól mondtam. Aztán van még egy kérdés utoljára. Milyen nyelven beszélsz többet, angolul vagy magyarul? Tehát ez attól függ, hogy ha dolgozok, ugye mivel a apukámmal meg az öcsémmel dolgozok, akkor szerintem fele-fele. Tehát így délelőtt, meg így fél délután, vagy 2 óráig, még ugye haza nem jövök, vagy 2:30-ig magyarul beszélünk, általában, aztán utána egész este, meg ugye mikor reggel felébredek, akkor angolul beszélünk, itt van a családdal, meg ugye mindenhol, hogy ha hétvégén nem megyek dolgozni, és itt vagyok egész nap, akkor többet beszélek ugye angolul, mert ugye a családdal csak angolul beszélek, meg akárhova elmegyünk, ugye angolul beszélünk. Tehát magyarul csak akkor beszélek, hogyha így veletek beszélek a kamerám, ami ahogy, ugye ezzel volt régebben szó, a kamerán úgy látta, hogy egész nap én magyarul beszélek, nem magyarul beszélek egész nap, körülbelül egy ilyen, milyen hosszú a videó, egy ilyen 15-20 percet beszélek magyarul így egy nap, mondjuk egy szombati nap, na. Tehát beszélek angolul is, meg magyarul is. Attól függ, hogy kivel. Ez a legegyszerűbb szerintem a válasz rá. Kun László, lesz GTA 5 végjátszás? Nem lesz, ugyanis a GTA 5-et sose vittem végig az életbe, nem csak az 5-öt, a 4-et, egyiket sem, én csak szeretek leülni, játszani, menni, ütni az embereket, elütni, lelőni őket, lopni autót, végigvinni, az életbe nem vittem végig, nem hiszem, hogy végig fogom vinni. Körülbelül van 3 vagy 4 játék, lehet, hogy nincs is 4, csak 2 vagy 3, amit életemben végigvittem, egyetlen játékot sem vittem még, nem egyetlen, egy 2 vagy 3 maximum, amit végigvittem egész életemben. Légy szíves, Tomi, legyen a gameplay csatornád, válaszol is előre, köszi! Nagyon szívesen. Szia Tamás, az lenne a kérdésem, hogy szereted... Szilárd Play kérdezte. Szia Tamás, az a kérdésem, hogy szereted a Walking Dead vagy a Breaking Bad-et? Szeretem. A Walking Dead-et egészen néztem az 5. seasonig, évig. Utána nem néztem, ugyanis nem tudom, annyira nem tetszett, de megint gondolkoztam rajta, hogy meg kell nézni az utolsó 6-osat is, meg van 7-es is, lehet, hogy nincsen. Négyen. A Breaking Bad-et én rettentően szerettem. Annyira szerettem, kérdezd be... Képzeld el, ne kérdezd meg, képzeld el, hogy 2-ször megnéztem az összes részt. Nem sok sorozatot nézek én meg 2-szer, főleg nem egymás után így körülbelül egy vagy két éven belül, mármint amikor végigment így az egész. Én újra végzett, és újra végignéztem az egészet a Breaking Bad-et, én rettentően szerettem azt a sorozatot, nekem nagyon tetszett. Amíg még ilyen volt, az talán a Sliders, azt, amit végignéztem. De ahogy sorozatokat soha az életben nem szoktam újra nézni, de ahogy mondtam, ezt annyira szerettem a Breaking Bad-et, hogy végignéztem még egyszer. Na! Patricia Szalai kérdezte, lesz majd olyan sorozat, amiben a filmkészítésről fogsz beszélni? Ugye volt erről szó, hogy régebben, hogy fogok egy ilyen sorozatot készíteni, aztán így elmaradt. Akartam ilyet készíteni, ez akkor volt, mikor volt ez a késdobálós nyereményjáték, tehát gondoltam, hogy ilyen vicces formában, meg nyereményjáték formában eldobálom a kést, meg minden, és a következő videóban megmutatom nektek, hogy ez hogy történt, és onnét el fogom nektek mondani ezeket a filmes trükköket, mert ugye ez is egy ilyen filmes trükk volt, de aztán annyi negatív kommentet kaptam, hogy kirobol a gyerek szemét, meg úgyhogy mondtam, hogy majd egyszer talán mikor jobb kedvem lesz, és na mire. Tehát mostanában nem hiszem, hogy fogok ilyenről beszélni, meg ilyen filmkészítésről, ugyanis majd egyszer talán. Patricia Szalai, megint kérdez, újabb kérdés. Nem lesz olyan videó, hogy egy nap Tamással? Van ilyen videó, tehát sokszor szombaton felkelek, és egy egész napomat szinte lefilmezem. Tehát van ilyen videó, hogy egy nap Tamással. Aztán, Mihály Samu, miért félsz a kígyóktól? Majdnem azt mondta, hogy se nem volt ékezett, úgy, ahogy nekem sem. Vagy a legjobb, ne hagyd abba, köszönöm szépen! Mi volt a kérdés? Félsz a kígyóktól? Ja, félek a kígyóktól. Ja, hogy miért félek a kígyóktól? Mert csúsznak meg, nem tudom, én félek a kígyóktól. Nem tudom megmagyarázni, hogy miért, de félek tőlük. Aztán György Juhász, szia Tamás, tudom, hogy nem követed a focit, de a magyar válogatott EB szereplését követted. Amúgy nagyon jók a videói, csak így tovább. Köszönöm szépen, igen, nem követem a focit. A magyar focit, amikor volt ugye bemolt válogatottba, nem néztem, de úgy hallottam. Tehát mondhatni úgy, hogy követtem, tehát tudom, hogy nagyon jól szerepeltek a magyarok. Ami tudom, hogy ilyen nem sűrű fordul elő. Na.
Aztán Lukasnak mikor van iskolában szünete? Nekem 2 óra között, hanem például a nyári szünet. Ja, nyári szünet van december közepétől, nem, december végétől január végéig, tehát egy ilyen hónap, másfél hónap körülbelül, akkor van nyári szünet. Aztán van 2 hét szünet, mint például most tavaszi szünet. Nyári szünet az ugye lesz majd decemberre. Tehát van több szünete. Régen mondjuk iskolás korodban, mivel szerettél volna foglalkozni? Hú, te erről is volt már szó. Iskolás korodban mivel szerettem volna foglalkozni? Számítógépekkel szerintem. Attól függ, mikor ilyen iskolás voltam, tehát ilyen középiskolás, ugye annak is tanultam, számítógépekkel akartam foglalkozni, aztán nem jött össze. Na minden. Feleségének van valami végzettsége, vagy esetleg régen mit dolgozott? Igen, a feleségének, feleségének van végzettsége, ilyen felszolgálói végzettsége van, nem milyen felszolgálói, de ezt már mondtam, elfelejtettem a nevét, ilyen turizmusi felszolgálói, na minden. Van mi ilyesmi a végzettsége. Mi volt a másik kérdés, hogy dolgozik-e, nem? Vagy esetleg mit dolgozott? Nem dolgozik, sosem dolgozott a szakmájába, ugyanis a feleségemnek van ilyen egészségügyi baja a szívével, meg minden, tehát nem tud dolgozni. Volt neki több műtétje, meg mindig is lesz neki ilyen műtétje a szívével, és sok mindent nem tud sokáig csinálni. Most egy kicsit jobb a szíve, nem jobb, mondjuk azt, hogy jóval jobb a szíve, de régebben nem volt jó a szíve, tehát na, kikapcsolok a kamera, újra meg lehet indítani. Mondjuk egy példát, tehát hogyha gyalogolt mondjuk egy olyan 5 percig folyamatosan, utána le kellett neki ülni, mert kifáradt. És ezzel nem tudott rendesen dolgozni soha. Na. Szia Tamás, Dóra B. Szia Tamás, nagyon tetszenek, nem szeretnek, tetszenek az új videó összevágásaid. Hány éve van jogosítványod? És tényleg ne foglalkozz a negatív kommentekkel. Köszi szépen, örülök, hogy tetszenek az újfajta videók. Hány éve van jogosítványom? Te! 17 éves voltam, mikor megkaptam a jogosítványomat, vagy 17 és fél, úgyhogy most már egy jó ideje megvan a jogosítványom. Most vagyok 35 amúgy. Kálmán Olá, mi szeretne lenni a Lukasz, ha nagy lesz? Te, ahogy régen is szoktam mondani, a Lukasz sok minden szeretne lenni. Rendező, író, számítógépes, programozó. Aztán nem tudom, mindig változik neki a véleményem. Még túl fiatal a Lukasz, hogy rendesen ugye eldöntse, hogy mi akar lenni. Te minek tanultál, mi a szakmád? Én minek tanultam? Én olajosba jártam, tehát olajosnak tanultam, tehát ilyen bányás, nem bányás, olajfúrónak tanultam, képzeld el. Az iskolát sose fejeztem be a hátam miatt, ugyanis kiderült, hogy meg kell műteni a hátamat, tehát abba kellett hagynom azt az iskolát, mikor voltam másodikba. Harmadikba? Nem, másodikba. És utána elkezdtem ezt a számítógép kezelőit, aztán számítógép ilyen rendszergazdát, és végülis azt fejeztem be, tehát na ugye, rendszergazda. Na, megyünk tovább. Mégis az a szakmám. Aztán, amikor kijöttünk, akkor sose dolgoztam abba, és elmentem festőnek. De előtte csináltam mást is, sok mindent. Tehát nem csempész, inkább fugáztam. Na, az angolon és a magyaron kívül beszélsz még valamilyen nyelven? Nem beszélek a magyaron, meg az angolon kívül semmilyen nyelven. Egy pár szót tudok németül, egy pár szót tudok ugye makedónul a feleségem iránt. Még egy mondatot is talán. Aztán, mi szeretne lenni a Lukasz, ha nagy lesz? Nem volt ez a kérdés? Mi szeretne lenni a Lukasz, ha nagy lesz? Mi szeretne lenni a Lukasz, ha nagy lesz? Ez volt ez a kérdés, ezt mondtam. Lesz majd olyan videó, amiben reagálsz arra a régi videókra, amivel még furcsán beszéltél. Válaszolt előre, és köszönöm. Na, lehet, hogy lesz ilyen videó. Ha nem láttátok, nézzétek meg a régi videókat, rettendő hülyén beszéltem. Na, ilyen furcsán. De érdekesek voltak azok a videók, legalábbis én szerettem őket. Na minden, mikor lesz élőadás? Nem tudom, hétfőn akartam egy élőadást, majd meglátjuk, lehet, hogy lesz a hétfőn élőadás. Lehet, hogy nem, lehet, hogy a jövő hétvégén. Majd meglátjuk, vagy utána. Karácsonyi Zsolt, Tomi, melyiket szereted jobban, a családi házat, vagy a lakást, és miért? Köszi. Házat, nem a lakást. A lakásban túl sok ember, egy helyen összenyomorulva, nem tudom. Én nagyon régen laktam lakásban, amikor 3 éves voltam. Ja, én azóta nem laktam lakásba. Laktam lakásba, de körülbelül egy ilyen hónapot. Vagy kettőt, vagy így. De rendes lakásba nem laktam. Tehát én azt hittem, hogy tetszeni fog a lakás, mert jobb, meg nem kell füvet nyírni, de rájöttem, hogy a lakás nem nekem való. Nekem ház kell. Nekem a házat találtak ki, örök életben házba laktam. Én nem tudom megszokni ezt a lakást. Alig várom, hogy elköltözünk innét, úgyhogy... Na minden. Innet elköltözünk, az biztos. Szia! Domonyi is kérdezte, remélem, hogy jól mondtam a nevedet. Azt szeretném kérdezni, hogy a feleségének mi a neve? A feleségének. Kinek a feleségének? Az enyémnek? Te? Nem magázódunk, tegeződünk, mondtam, Vesztának hívják. Illetve, hogy mennyire tud beszélni magyarul a felesége?
Nem nagyon. Tud egy pár szót, de nem tud beszélni magyarul. Nem szeretné megtanulni jól beszélni magyarul. Nem hiszem, hogy meg szeretett tanulni. Vagyis lehet, hogy meg szeretett tanulni, mert mondta, hogy jó lenne azért, ha értem, hogy mit mondok. De úgy szerintem nem akar megtanulni magyarul beszélni, mert mindig angolul beszélünk, hogy sok értelme nem lenne. Tehát a szüleim is beszélnek angolul, tehát hogy akarnak beszélni, úgyis angolul beszélnek. Na minden, ennyi volt a kérdés már, úgyhogy ezt a videót befejezem, tényleg kifogytam a kérdésekből. Úgyhogy ezt a videót itt most befejezem, elmegyek kiszokvalítani, akkor már nagyon kezd kapolni, hogy halljátok a hangom. Na. Amúgy látjátok, levágtam a hajamat, hogyha végignéztétek a videót, bár a videóban is biztos láttátok, hogy levágtam a hajamat. A holnapi videóban ezt meg fogjátok látni, hogy vágtam le a hajamat. Hogyha ez a szerdai videó. Valószínű, hogy a szerdai videó. Úgyhogy most elmények ezt a videót megszerkeztem, feltöltöm, és holnap meglátjátok, hogy hol, vagy nem, hogy hol, mert itthon vágtam le a hajamat, de hogy hogyan vágtam le a hajamat, majd írjátok meg, mit gondoltok róla, mert szerintem elég hülyén néz ki. Lehet, hogy újra le kell majd válnom. Na minden. Jó, már ennyit. Mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretek kívánni, attól függően, mikor nézzük ezt a videót, ahogy szoktam mondani. Sziasztok! Ezt jól elhadartam. Na mindegy. Sziasztok!